Nagy tisztelettel köszöntöm a média képviselőit. Szabadka város képviselő testületének holnapi 5. rendes ülésén 45 napirendi pontot fogunk megvitatni. A napirend első pontjaként Szabadka város költségvetésének a 2024. január 1-től szeptember 30-áig terjedő időszakban történt megvalósulásáról szóló beszámoló elfogadásáról hozunk határozatot, vagy záró határozatot. A beszámoló arra a költségvetésre vonatkozik, melyet a képviselő testület 2023. december 21-én fogadott el, tehát az október 3-ai pótköltségvetésig gyakorlatilag, vagyis szeptember 30-ával bezárólag. A január-szeptember időszakban, 2024. január-szeptember időszakban Szabadka város költségvetése több mint 7,4 milliárd dinárral rendelkezett, ami a tervezett évi költségvetés 67,01%-a, vagyis a megvalósítás 6,76%-kal haladja meg a tavalyi év ugyanezen időszakában jegyzett megvalósítást. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy úgy a jövedelemadókból, mint a vagyonadókból befolyó jövedelmek mértéke kielégítő, a jövedelemadó 72,22%-os teljesítést zárt, a vagyonadó pedig 64,24%-et ebben az időszakban, tehát ez azt jelenti, hogy a gazdaság a válság ellenére is jól működik, és az emberek rendszeresen teljesítik a kötelezettségeiket. A város költségvetésében rendelkezésre álló forrásokból 95,08% lett elköltve, vagyis valamivel több mint 7 milliárd dinár, és a tervezett kiadásokból és ráfordításokból pedig 63,71% teljesült, vagy valósult meg. A következő rendes ülésen, amelyre 2024. november 7-én 9 órai kezdettel kerül sor, tehát november 1. csütörtökén 9 órakor, ahogy szoktuk, döntést hozunk a Szabadkai Sándor építési övezet egy részére vonatkozó 3-as számú szabályozási terv módosításáról. A tervmódosítás célja annak a területnek a rendezése, amely az egykori november 29 húsüzemhez tartozott, most viszont, hogy megfeleljen egy új, fejlett technológiákon alapuló ipari komplexum igényeihez. A tanácsnokok rendeletet hoznak a Szegedi úttól északra és a Partizán bázisok utcától keletre eső 144-es blokk, vagyis a valamikori Costa Nagy kaszárnya komplexum részletes szabályozási tervének módosításáról és kiegészítéséről is. Ennek a célja, hogy lehetővé tegye egy vegyes rendeltetésű lakó és üzleti célú blokk létrehozását a mostani csak üzleti célú blokk helyett. A Szabadka város területére vonatkozó 2025-ös évi telekrendezési program kidolgozásának megkezdéséről szóló rendelet meghozatalával eljárás indul majd az építési telkek rendezésére vonatkozó éves program kidolgozására, mivel a tervezésről és építésről szóló törvény arra kötelezi a helyi önkormányzatokat, hogy középtávú és éves terveket hozzanak a telkek rendezésére. A program tervezett kidolgozásának határideje a rendeletnek a hivatalos lapban való közzétételtől számított 60 nap. 3 napirendi pont, a közművállalatok 2 közművállalat és 1 KFT működési tervei módosításának jóváhagyására is vonatkoznak. A parking kapcsán a módosítással a meglévő parkolók kapacitását tervezik majd bővíteni, valamint egyes utcákban a parkolási övezetek összehangolását a valós parkolási állapotokkal és a zónák megváltoztatásával. A zónák tervezett bővítése a tárgyév novemberében, vagyis idei év novemberben lép életbe, és a program módosításával a vállalat némileg korrigálja majd kiadásait és bevételeit is. A Palics Park Kft. Esetében a működési terv módosításának oka, hogy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat további forrásokat hagyott jóvá 2 munkanélküli személy alkalmazására 3 hónapos időszakra.
Összesen további 750 ezer dinár lett jóváhagyva a Szerb Köztársaság Idegenforgalmi és Ifjúsági Minisztériumának költségvetéséből a Palicsi Nyári Éjszakák 2024 projekt finanszírozására. A szabadkai gázműveket esetében módosulnak a bevételek és a kiadások arányai és a közbeszerzések tervei is. A tanácsnokok határozatot hoznak majd a Subotica Transz közvállalat Szabadka bankgarancia kibocsátásához hozzájáruló döntésnek jóváhagyásáról is, és a képviselőtestület megvitatja a szabadkai vízművek és csatornázási kommunális közvállalat alaptőke növeléséről szóló döntés jóváhagyásáról szóló határozatjavaslatot. A vízművek és a csatornázási KKV 2023 évi nyereségének elosztásáról szóló határozat előírja, hogy a 2023 évi pénzügyi beszámoló szerinti nettó nyereség 50%-át a vállalat alaptőkéjébe kell átirányítani, és a likvid források mértékéig használható fel a beruházások pénzelésére, vagy a működési terveknek megfelelően. Három határozatot hozunk még az alapítványok 2024-es évi működési tervei módosításának jóváhagyásáról is, ilyen az Expecto Mentál Higiéni Alapítvány és a Danilo Kis Ifjúsági Kulturális Alapítvány, és hozunk még 33 káderügyi határozatot is, amelyekkel a képviselőtestület állandó és időszakos munkatestületeibe fogunk új elnököket, elnökhelyetteseket és tagokat kinevezni, akiknek a 4 éves mandátuma lejárt. Köszönöm szépen!